Már a Szent István téren is elkezdték lerakni a burkolatot a szakemberek Szekszárdon. A zöldváros program keretében a héten a Prométheus Parkban is nekiláttak visszatenni a köveket, így az arra járók már nagyobb felületű szegélyeket, mintákat is láthatnak. Plusz, amikor már úgy gondoltam, hogy teljes gázzal megyünk, akkor köszönöm a kollégáimnak, hogy tudták ezt überelni, és térköveket is elkezdtünk lehelyezni, amit éppen mögöttünk láthatnak is. A jövő héten pedig tovább folytatjuk a többi munkaterületen is a már a térkövezési munkákat, még hátralévő szegélyezési munkákat kívánunk végezni, hiányzó ágyazatok kerülnek a helyére. Hámori Szabolcs elmondta, eddig az időjárás is viszonylag kegyes volt hozzájuk, így nem csak hétköznap, a hétvégéken is tudtak haladni. Gyurkovics János alpolgármester hozzátette, hogy az önkormányzat folyamatosan kapcsolatban áll a kivitelezővel. Ha bármi olyan jellegű gond, probléma felmerül, amit együtt közösen kell megoldani, az abba teljes mértékben nyitottak vagyunk, és ha héten is volt több olyan dolog, de abszolút semmiféle kiesést nem okozott. Én jó munkát kívánok a jövő hétre is, jó időjárást, és bízunk benne, hogy akkor már nagyobb burkolt felületeket tudunk megmutatni. Tehát a zöldváros program továbbra is az ütemterv szerint halad, így hamarosan már egy megújult környezetet élvezhetnek a lakosok.